A budapesti szlovák iskolai már a negyedik alkalommal vesz részt a digitális témahéten. Már januárban regisztráltunk, így felkerültünk a programtérképre. Számos programot terveztünk, hozzuk divatba a matekot, különleges informatika óra a gyermekmentő szolgálat segítségével, netmentor program, és hogyan vigyázzuk a gyermekenkre az internet útbeszélyben szülőknek szóló projektünk. A legnagyobb projekt a Hozzuk divatba a matekot. Projekt volt, tizedikeseink projektje volt, akik pici ellenállással indultak az úton, de aztán hamar rájöttek, hogy számukra ez egy érdekes dolog, hisz olyan applikációkat, alkalmazásokat használnak, amelyeket nap mint nap megszoktak, mit is csináltak. Videót szerkesztettek, digitális fali újságot hoztak létre, önéletrajzot alkottak a matematikusoknak, Facebook profilt hoztak létre, utazási irodát mutattak, megírták a forgatókönyvet, és megkeresték azokat a játékos foglalkozásokat, amelyekkel majd foglalkoztatni fogják a felsősöket a matematika son. Még Forma 1-et is terveztek Lego robotainkkal. Március 16-ára volt kitűzve a csó, előtte csütörtökön megtörtént a főpróba, nagyon jól sikerült, és hát pénteken bejelentették a távoktatást, így már hétfőn nem tudtuk megtartani a projektzáró eseményünket. Úgy gondolom, hogy szeptemberben új úterővel, egy újabb főpróbával hatalmas sót fogunk tudni szervezni. A projekt az mindig egy nagy dolog az iskola életében, de az osztály életében is. Olyan készségeket tudunk vele fejleszteni, amelyekre diákoknak a nagybetűs életben szüksége lesz. Projektezni a távoktatásban is lehet. Úgyhogy azt gondolom, hogy akik még nem tették, azok tervezenek be akár egy pici projektet is, mert nagyon jó dolog. Hajrá, digitális témahét!